Pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Hát azért szólta nekem, neked írom a daltnak ez a verziója, mert a szövegét Búró Szilárd szeretné elmondani, mint ahogy az kiderült, miközben telefonon fölhívtuk a pénzügyi innovációs vezetőt, de vagy nem egészen, de akár ez is lehet. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Nem, azt hiszem, hogy nem sokkolnám a kedves hallgatókat, úgyhogy ez... Hát pedig énekaros voltál ki. Te is, meg én is, nem? Igen, általános iskolában, de az már olyan rég volt, hogy... Hogy mik voltatok? Sincsenek még. Hogy a Maci most már, hát ez neked kimaradt. Hogy mik voltatok? Hát ahova téged nem válogattak be. Énekarosok voltatok, ne örítsetek. Kórustag, igen. Hát miért, hát pláne? Én a bariton szekciót erősítettem. Szilárd, te? Alt, erős alt. Erős, de várjál, tehát a... Hogy is van, hát a fiúknál nincsen alt. De gyerekként még van. Tényleg? Ó, akkor mindig vitatkoznom kell ezzel mindenkivel. Akkor az Ácsasz kórustag volt, de nem figyel. Nem, én már középiskolában jutottam el odáig, hosszú kiképzés után. Fél életem munkájának gyümölcsét odaadom annak, aki Ács Gáborról kórustagként egy amatőr felvételt eljuttat szerkesztőségünkbe. Na, hát ez lehet, hogy nem járná jól. Viszont hát te is már arra fakadtál itt a műsorban, úgyhogy nem, én ettől megkímélem a közt. Úgyhogy... Na, Szilárd, akkor térjünk a szokásos témánkra is, jó? Nézzük ezt a drága bukszindexet. Hát amilyen jól kezdődött a nap, annyira gyorsan elfogyott a lendület, és most már mínuszban van a bukszindex 44.327 ponton, ugye nyitás után még egészen 44.500 fölé szaladtunk, és aztán szépen kezdett morzsolódni lefelé, és hát elsősorban úgy tűnik, hogy ma mindenki OTP-vel akar kereskedni, mert a forgalom megoszlása olyan, hogy az OTP-nél 1,1 milliárdos forgalmat látok, és a második helyen a MOL 72 millióval tüsténkedik, úgyhogy egyelőre a budapesti értéktőzsde elsősorban az OTP kereskedéséről szól, és ugye itt is látható ez a mozgás, ami a Bux Indexben, hogy gyakorlatilag a nyitást követően volt egy pici emelkedés, de mostanra már 0,3%-os mínuszban van az OTP részvénye 13.550 forinttal, ami egyébként érdekesség, hogy kijött egy elemző cég a céláremelése az OTP-re vonatkozóan, sikerült 13.590-re emelni a célárat, ami pont a tegnapi záróár volt, tehát telibe találták, mondhatjuk így is, de a viccet félretéve gyakorlatilag a céláremelésnek mindig lehet örülni, de hát ugye pont itt mozog most az OTP ezen a környéken, és egyelőre az a nagy kérdés, hogy ezt a 14.000-es korábban is emlegetett célt vajon el tudjuk-e érni a közeljövő. Be. Ami a többieket illeti, a MOL-nál most 0,2% pluszt látni, ez 2176 forintos utolsó ár. A Richter egyelőre küzd a 9000-es határértékkel, 8980 forinton volt legutoljára a kötés, ez szintén 0,2%-os plusz, és az M-Telekom 410 forintos utolsó kötés, az most 0,3%-os mínuszt jelent. A kis részvények közül a Duna House-ról jöttek ugye jó hírek, ott majdnem 3%-os a mai plusz, és azon kívül hát még a Masterpass-ot említeném azért, mert neki a forgalma meglepően magas, 2630 forinton 0,4%-os pluszban van a részvény. Oké, mi újság a devizapiacon? Hát tovább tart a forint szárnyalása, egyelőre úgy tűnik, hogy megállíthatatlan a mi kis hazai devizánk azok után, hogy ugye a negatív csúcsbeállítás nem sikerült, és onnan megkezdődött egy olyan erősödés, aminek most nem lehet határt szabni.
vagy 359 forinton jár most az euró forint, de voltunk ma már ez alatt is. Egyelőre úgy tűnik, hogy itt 358-50-nél technikailag erős szintek vannak, de hát ha ilyen lendület van, akkor már azt sem tartom kizártnak, hogy akár ezt is megteszteljük. Mindenképpen jó hír ez most, és azt gondolom, hogy pozitív, optimista képet mutat az euróforint. Ami még izgalmas a devizapiacon, az az eurodollár. Ugye itt volt egy látványos dollárgyengülés az elmúlt néhány napban, ugye a korábbi erősödések után. Egyelőre még inkább korrekciónak mondanám, és ez az 1.19-es szint megállította most az euró lendületét, innen lefelé fordultunk, most 1.18.80-nál jár a legnépszerűbb kereszt. Uh-huh. Oké, Szilárd, nagyon szépen köszönjük. Szép napban, megkérdeztem volna, mi volt a pályafutásod csúcsa a kórusba, de ezt nem merem. Voltam tévébe. Miért? Életem munkájának másik felét annak ajánlom, aki Búró Szilárdról amatőr felvételt tud beküldeni szerkesztőségünkbe tévés szereplési táblázat. Egy ideig még megvolt videókazettán, de azoknak már sem a lejátszása, sem a minősége nem olyan, ami jól használható. Nyertél, Szilárd, mi csak egy városi hangversenyterembe egy hatalmas fellépésig jutottunk a Nabukkóval, de hát... Azt nagyon szerettem, speciál azt a darabot. Uh-huh, igen. Akkor elmondom, hogy nálunk meg sokszor kezdődött úgy az énekkora, hogy bejött Erzsébet tanárnő, odaütötte a hangvillát az asztalához, megadom a hangot, Mihálovics, menj ki a teremből. Úgyhogy én eddig jutottam, úgyhogy büszkélkedjetek csak. Akkor ezért nem ragadt rád semmi ebben. Az égvilágon semmi a zenei műveltség, ezt nagyon jól eltaláltam. Én már egyenes út vezetett a Sandra Sisikecs Bros rajongás irányhoz, nem? És az Agragon Disco rezidens DJ-jének székéig jó, úgyhogy ezért ezt sem felejtsük ki. Na jó, köszönjük szépen. Szia, Szilárd, folytatjuk szép a közben. Köszönöm, szia, szia. Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.